Szép jó estét kívánok, folytatódik évértékelő sorozatunk. Vendégem Berze János, református lelkész, lelkészi elnök. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét mindenkinek, üdvözlöm a kedves nézőket. Ugye két-három nappal vagyunk karácsony után, és ezért engedje meg, hogy a Mátéból idézzek, amivel ön is köszöntött bennünket. A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának Földjein élnek, földjén élnek, azoknak világosság támad. ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelítette a mennyek országa. Milyen volt ez az online karácsony önöknek? Család, és itt külön kérdezem, hiszen egy családos emberről van szó természetesen. Hát köszönöm a kérdést, azt gondolom, hogy szinte az egész évre vonatkozó kérdés ez, hiszen Kezdődött ugye a tavaszi karanténnel ez a helyzet, ugye épp hogy csak meg tudtuk ünnepelni, így vagy úgy a március 15-ét, és aztán jött a járvány hozadékaként a karantén, ott kezdtünk online közvetíteni a gyülekezeti alkalmakat, Isten tiszteleteket. Hát nehéz volt belejönni, mindannyiunktól fejlődést igényelt jól döntöttünk, hogy nyáron nem hagytuk abba, hiszen azt tapasztaltuk, hogy, hogy, sok idős, krónikus beteg gyülekezeti tagunk nem mert visszajönni nyáron se a templomba, és, és ezért nyáron is folyamatosan vagy felvételről, vagy élő közvetítésbe közvetítettük az Isten és hát sajnos, sajnos igazunk lett, mert ugye ősszel elég gyorsan bejött a járványnak a fokozódása. Hát mit jelent ez online élni a gyülekezeti életet? Egy közösségi felületeink vannak, ahol ugye meg lehet találni a tartalmainkat, Székesfehérvár Budajuti Református Gyülekezet néven, és a honlapunk is informatív, Hétköznap is jelentkezünk biblia heti útra üzenettel a gyülekezeti ima közösségünket, és úgy tartjuk alkalmazáson keresztül találkozunk egymáson, így videokonferenciában. De a legfontosabb egyház... a... Igen, amikor az egyház zsinata közzétette ezt a felhívást, hogy ezentúl az online térre szűküljön, a találkozást pedig felejtsék el, miként lehet erre felkészülni? Ön és a református egyház, illetve a lelkésztársai miként készültek fel? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy, hogy vannak közösségi oldalai, hiszen ez eddig is működtek, de azért korán sem mindegy, hiszen a személyes találkozás az jó jószerével pótolhatatlan tartottuk mindez idáig. Tehát olyan pluszt kell nyújtani online térben ettől a pillanattól, kellett nyújtani ettől a pillanattól kezdve, ami legalábbis szinten tartás szempontjából megközelíte az eredendőt, tehát a személyes találkozás varázsát. Hát nyilván ezt nem lehet visszaadni, és nem is tudtunk rá fölkészülni. Úgy jártunk, mint a pedagógusok a digitális átállással, hogy ott voltunk a közepén, és ki így, ki úgy igazodott sok vidéki gyülekezetben hetekig, hónapokig nem volt közvetítés, hanem a lelki pásztor hűségesen vitte és dobta be a postaládába a nyomtatott szövegét, az Isten tiszteletnek, az újságot, valami buzdító üzenetet. Úgyhogy igazából erre nem lehetett fölkészülni, és nem is lehet visszaadni a személyes találkozás varázsát. Mindannyiunknak ez hiányzik a leginkább egyébként a személyes találkozás, a baráti, istentiszteleti, gyülekezeti közösségnek a megélése. Hát ezért próbálunk az online térben minél is személyesebb dolgokkal jelentkezni és tartani a kapcsolatot, de ezt nem lehet visszaadni jó lehet a zsinati tanács december 6-a advent második vasárnapjával föloldotta a templom zárlatot a református egyházban is. Mi itt a városon úgy döntöttünk, hogy zárva maradunk, tehát érthető egyébként, hogy vidéken kinyitottak a kis közösségek templomai, hiszen ott biztonságosan tudnak találkozni a létszám, kisebb létszám miatt. Mi itt a városon úgy gondoltuk, hogy a járvány kellős közepén ilyen borzalmas elhalálozási adatokkal, tudva a kórházba, hogy hány Covid-osztály meg, meg intenzív működik, mi úgy gondoltuk, hogy, hogy nem lenne bölcs megnyitni a templomokat az ünnepre, hiszen nem tudjuk prognosztizálni, hogy hányan jönnek el. Tehát egy pillanat alatt több százan is lehetünk egy ilyen, ilyen alkalommal, hiszen sokan csak karácsonykor jönnek el Isten tiszteletre. Tehát mi úgy éreztük, hogy mi, mi ezt nem tudjuk fölvállalni, hogy bárkinek a, az egészségét kockáztatjuk, így, hogy fájó szívvel maradtunk az online térbe, és január 11-ig így is maradunk itt Székesfehérvári reformátusok. Utána meg meglátjuk, hogy, Merre megy a, a keresztelők, a esküvők, temetések nyilvánvaló, hogy más kategóriát képeznek, és más feladatot tartalmaznak. Ugyanakkor a mindennapos istentiszteletekre való felkészülés, az nyilvánvaló, hogy egy kicsit más. Hiszen a, még egyszer hangsúlyozom, az online tér mindig más, mint a személyes Igen. találkozás. Hogyan lehetett erre együtt, hiszen azért vannak néhányan, akiknek ez új. Hogyan lehet erre úgy felkészülni, hogy hiteles maradhasson az ember? Hiszen a szemkontaktus, az arc közel, szem közel, az mindig hiányzik. Természetesen. Hát a saját tapasztalatomat tudom elmondani, tehát ja, vannak olyan alkalmaink, amit, amit ugye nem élőben, streamen közvetítünk, hanem ahogy megtörténik az Isten tisztelet, utána tesszük föl, ez különösen nyáron volt így, amikor nem volt technikusunk, tehát utólag tettük föl a felvételt, vagy vannak más esetekben is, ahol előre elkészítünk egy műsort, ugye úgy, ahogy a tévében is, ugye ez mindennapos, így készíteni műsort. Na nekem ezek a legnehezebbek, amikor élőben stream, élő stream közvetítés van, akkor sokkal jobban érzem magam, lehet, hogy több adrenalin szabadul föl, meg az Isten is jobban megsegít, mert jobban izgulok, de mégis jobban érzem magam, mert valahogy nekem az, ez, ez adja azt az érzést, hogy, hogy most élőben, valójában élőben találkozunk, még akkor is, hogyha képernyőn keresztül, szóval nekem ezek könnyebbek az élő közvetítések, Készülni sokkal hosszabb időt jelent, és, és, precizitást, hiszen ki kell válogatni a, a dalszövegeket hozzá, ugye a megfelelő orgona kíséretes egyházi éneket, vagy éppen ugye kórus soknak a felvételeit kell böngészni, hogy, hogy ugye le tudjuk játszani egy-egy gyülekezeti éneket. Ugyanakkor lelkileg egy lelki pásztornak ez nem annyira rossz helyzet, nyilván rossz helyzet, hogy nem találkozok az emberekkel, Ü, viszont olyan értelemben fejleszt, hogy nagyobb fegyelmezettséget igényelt tőlem, hiszen időben el kell kezdenem készülni, többeket kell fog, többet kell foglalkoznom a, az Isten igéjével, a Szentírás tanulmányozásával. Tehát egy, egy jobb minőségű munkát és precizitást, fegyelmezettséget vár el az embertől, hogy így módon szolgáljon, de ettől függetlenül alig várom a végét. De a azért az megmarad online térben is. Az élő alkalmaknál úgy érzem, hogy igen, az előre elkészített műsoroknál ott nem annyira érzem, ott nem, nem érzem magam otthon. Mi történt az elmúlt esztendőben, illetve az idén a Közösségi csoportokkal, hiszen ezek a közösségi csoportok jelentik a mindennapok hmm. csodáját a református közösségben is. Igen, igen. Hát hogy ezek, ahogy ön fogalmazott szerkesztőről, a mindennapos csoportok a gyülekezéti, életben mi úgy nevezzük, hogy kis csoportok, rétek csoportok. Tehát épp, hogy vége volt a tavaszi karanténnak, beütött a nyár, Nyáron ezek a csoportok szünetelnek ugye a nyári szünetben és hát nagyon kevés időnk volt újra találkozni. Tehát tényleg a, a nyár vége augusztus végétől október október közepéig tudtuk uh, tudtunk újra találkozni. Akkor volt uh, bibliaiskola 30-as 40-esek köre vagy fiatal családosok köre is <kül> Bocsánat, tudott találkozni. Ez nagyon jó volt de egy szempillantás alatt véget ért sajnos és hát most is tartunk csoportokat videokonferencia alkalmazásokon keresztül, az is egy érdekes tapasztalat egyébként. Az tapasztalom, hogy annyiból Hát nem mondom, hogy jobb más tapasztalat, de talán jobban meghallgatjuk egymást. Tehát, amikor együtt vagyunk, akkor egy habarabb egymás szavába vágunk, vagy türelmetlenek vagyunk, hogy mondhassuk a saját véleményünket. Így a videokonferencián kicsit jobban meg tudjuk egymást hallgatni, jobban oda fogunk figyelni egymásra. De ennek is várom a végét. Jobb lenne élőben találkozni, Igen. mint mi most. Tehát az a fajta bensőséges hangulat, ami egyébként a. A, ezt az időszakot jellemzi, ezt pótolhatatlan mondom én, Igen. és hát én kutakodtam, mert hogy a, ebben az időszakban a református közösség az egyik, ahol mindig valami csodát lehet felfedezni. Én az ön honlapján, az önök honlapjukon fedeztem fel egy turmezei Erzsébet verset, a Krisztusra várunk. Engedje meg, hogy felolvassam, mert azt hiszem, hogy az példa arra, hogy milyen csodák születnek az online térben is ebben az esetben, tehát Krisztusra várunk. Nem tudjuk mi jön. Titok a holnap, némák a titkok, nem válaszolnak. Rejtő be, szemünk nem láthat, de elültetjük kis almafánkat, bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem, titok a jövő, sürget a jelen. Hát a jelen most nem sürgethet, hiszen azért kellő iq rendelkező ember fiaként nem gondolhatjuk azt, hogy gátat tudunk szabni a koronavírus járvány terjedésének, viszont hihetünk abban, hogy rövidesen azért túl leszünk rajta. Titok a jövő, nem titok, én azt mondom, ebben a versben tökéletes így, hogy titok. Mondom ezt azért, hogy nem titok, hiszen nagyon is szisztematikus munkával építette fel itt léte óta a református közösséget, és példaértékű az a tevékenység, amely folyik nyilván nem csak a Budai úton, hanem a Széchenyi úton is. Hogyan lehet ezt megtartani? Főleg, amikor ilyen nehéz helyzetbe kerül, nem csak a református egyház közösség, hanem valamennyi. Tehát az evangélikusok ugyanebben a katolikusok nem különben ugyanebben a cipőbe járnak, az izraeliták szintén. Hát igen, jó a kérdés. Hát nyilván vannak azért különbségek a, a, a közösségek között. Tehát például a, ugye a katolikus és a evangélikus közösség most nem zárt be Virágos. november 11-el, hanem továbbra is nyitva vannak a, a templomok. Nem tudom, hogy a más kis egyházak hogy döntöttek, egyedül a baptista egyház vezető lelkészével Lajossal, beszéltem, ők is zárva vannak, tehát ők, ők se tartanak nyilvános alkalmakat. Hogy hogyan lehet megtartani ekkora közösségnek a, a virágzó életét, hát az tényleg majd attól is függ, hogy, hogy, hogy mit hoz majd az új év, hogy tudunk-e előre haladni a járvány legyőzésében, az, hogy, hogy nekem mekkora nagy szerepem volt abban, hogy a, a gyülekezet, a református gyülekezet itt Székesfehérváron virágzik, hát azt, 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 azt én nem tudom megmondani, megértékelni. Én próbáltam hűségesen végezni a, a munkámat, de én azt gondolom, hogy egyébként ez olyan, mint a, a geológia, hogy réteg rétegre halmozódik, tehát az előttem szolgáló lelkészeknek a a munkája, a hűsége és mind benne van abban, hogy a Református Egyház Székesfehérváron Fehérváron így él. És aztán majd jön, jön most egy, egy markáns változás is az életünkben, hiszen gyülekezetet alapít a, a Fehérvári Református Egyház. Január 1-ével két önálló egyházközség fog működni. Noha, ez nem egy nagyon nagy új dolog, mert eddig is így működtünk. Ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy a, a Budai úti gyülekezet önálló egyházközségé válik, és ez azt jelenti, hogy innentől két egyházközség végzi a szolgálatát Fehérváron, két református gyülekezet. A, Szé a, Szé a Széchenyi, Székesfehérvár, tehát ugye ez volt a nem, hogy székesfehérvár református egyházközség, most ugye két gyülekezet lesz, a Széchenyi utcai közösségnek az lesz a neve, hogy Székesfehérvár belvárosi református egyházközség, mi meg Székesfehérvár budai Reformos egyházközség. Ez milyen feladatokat ról önökre? Hát most rengeteg administratív feladatot, tehát most áll az adminisztratív átállás, tehát most már a döntések ö, ö, megtörténtek, ö, a zsinat bejegyezte az új egyházközségeket, idézőjelben új természetesen, de ugye a névváltozásokat, és január 6-án majd táj sajtótájékoztatót is tartunk ebben az ügyben, január 6-án 10 órakor a Budai úti új gyülekezeti ház nagytermében. Fogjuk hivatalosan a sajtó előtt ezt bejelenteni, ezt a szervezeti változást. Tehát Tényleg nehéz megmondani, hogy hogyan alakul majd a székesfehérvári reformátusoknak a jóléte. Mi, a belvárosi lelkésztársam a Száz Zoltánnal, mi közösen hisszük, hogy, hogy ez egy jó döntés, hogy két önálló közösségén működünk tovább. Nyilván megvolt az előnye a, a, a szervezeti egységnek is, de megvolt a nehézsége is. Tehát mi mi Zoltánnal hisszük, hogy ez így helyes. Aztán, hogy majd a világ változása mit hoz, hiszen itt azért a járvány az csak egy dolog. Tehát a járvány az, az csak a, a nagy nagybeteg világ betegségének egy szimptomája, úgy mint a torokgyulladásnak köhögés, de nem maga a betegség. Tehát itt azért én szerintem komolyan kell venni, hogy válságban van ez a világ, a járvány az csak egy dolog, de ez mellett erkölcsi, gazdasági, természeti, sokféle válság gyűrűzik, és ugye, hogy szokták mondani, minden, minden tragédia több tényező összeállásából jön, ezért valóban bizonytalan, de szerkesztő úr, én szeretném, hogy hogy neked legyen az, hogy a jövő nem bizonytalan, és, tehát a... és pozitív irányba mennek a dolgok, de van, van egy bizonytalanság itt. Tehát a tartalmában és formájában is meg kell újulni akkor a közösségeknek, és megszólítani Igen. mindazokat, akik eddig is hittek, és akik nem Igen. hittek azokat is. No, de hogy ez mennyire fontos, tehát ez egyfajta misszió, az azt is jelzi, hogy letették a Székesférvár olajfa református óvoda új épületének alapkövét. Beszéljünk erről, hiszen ez egy olyan beruházás, ami valóban ezt a szent célt szolgálja. Igen, valóban. Nyilván az egyházközségnek ez egy olyan missziója, ami, ami tényleg a város széles közönségének szól, tehát ez én azt gondolom, hogy, hogy legalábbis reméljük, hogy mindenki számára szimpatikus. Ugye a, a kormánynak az óvoda programjában keresztül is nyertünk ehhez forrást, hogy, hogy létrejöhessen, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy egy létező óvodánk újul meg, Természetesen ez sok mindennel járt, tehát meg kellett vásárolnunk a, az ingatlant, és hát ez ugye jelentősen csökkentette a mozgásteret, hogy, hogy utána milyen új épületet tudunk létrehozni az ingatlanon. De azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon szép projekt, egy nagyon szép csapatmunka eredményeként egy, egy, egy modern azt mondom, hogy párját ritkító óvodánk lesz. Tehát ez a Református Egyház óvodaprogramjának programjának köszönhetően valósul. Igen, hát igen. Amit én ebből kilátok, illetve egy tovább viszek, hogy ugye ez 680 négyzetméter, nem is ez a fontos, hanem a 100 gyermek. Ennek a száz gyermeknek jó esetben van száz testvére, van édesanyja, édesapja és nagyszülei. Ez már, már is tízszereset, tehát már is ezer embert mozdít meg a református egyház, illetve a, a, hit felé indít el. Ez ugye ez fontos, hiszen ez, ez a jövőt mutatja. Igen, hát nyilván ez a mi reménységünk is, hogy minél szélesebb rétegét meg tudjuk ezen keresztül szólítani a városnak. Ugyanakkor érdekes, hogy, hogy ez a fajta gyümölcs vagy váradalom azért nem prognosztizálható teljes biztonsággal. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy a, az egyházi oktatási intézmények sokkal hosszabb távon hozzák meg a gyümölcsöt. Ugye eddig 88 fővel működött az óvodánk, ennyi főre volt engedélye, ugye a 100 fő az egy kicsit optimista a részünkről. Mert ugyanakkor tudjuk, hogy a városban vannak üres férőhelyek, egyébként nagyon jó, és a város által fölújított új vagy újszerű óvodákban. Tehát tudjuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy be tudjuk tölteni ezt a száz férőhelyet. Természetesen reménykedünk abba, hogy az a új épület, a csodás körülmények, és egyébként meghiszünk a óvodavezetőnő és a, a munkatársainak a a tehetségében és odaadásában, hogy, hogy a nevelő testületileg is, mint, mint nevelő testület is ez egy vonzó óvoda vonzó lesz Székesfehérvár közönsége számára. Várjuk szeretettel a gyerekeket. Az imént az egyik gondolatsorra felfigyeltem, amikor a világválságáról esett szó, mégpedig azért, mert magam is így gondolom, de mit tehet az egyház általában, mit tehetnek az egyházak Európában? Hiszen most az európai közösség, mert nagyon szívesen citálnám itt, hogy miként gondolta a mesterdiplomája megszerzése közben Szent Louisban, de hát az egy másik világ volt. Európában mi a teendőnk? Hiszen Európa sokkal nagyobb válságban van, mint amit mi szerettünk Elismerni, vagy amiről szeretnénk beszélni, vagy szeretünk. Elfogadó. Lenni. Teljes mert egyet egyetértek, és én azt gondolom, hogy ez igazából ez a válság már régóta tart, és és az, hogy így begyűrűzötte Európában, ez a sokféle szintű válság azért, az egy hosszabb folyamat eredménye, és el, el lett ódázva ennek a kezelése, vagy, vagy, vagy nem olyan tervek mentén próbálták ezt javítani, ami, 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 életszerű. Hogy mi az egyházaknak a szerepe? Hát nagyon egyszerűen én azt mondom, hogy, hogy, hogy sokaknak ki kell józanodniuk, és uh, jó lenne, hogyha ha úgy a fejekben és a szívekben is rend jönne létre. Nagyon nagy az űrzavar, én azt gondolom, és tényleg olyan megoldásokkal próbálkoznak javítani a szeretett Európánk sorsán, ami, ami szerintem szerintem nem megoldás. Az biztos, hogy az egyházaknak kiemelt szerepe lesz abban, hogy hirdessék az igazságot, a józanságot, a józanésznek a, a fontosságát, a szeretet fontosságát, hogy, hogy tudjunk lenni. Segítségükre azoknak, akik ennek a válságnak a nagy vesztesei. A gyülekezetünkben ezekben az években fejlődött nagyon sokat a szeretet szolgálat, mert igenis nagyon sok rászoruló van, nagyon sok elszegényedő, bajban lévő ember. Mindig is lesz, mondta Jézus, hogy mindig is lesznek közöttetek, akikkel jót tehettek. Vannak is sokan. Tehát sok rétű szerep van az egyháznak. Én azt gondolom, hogy, hogy az, egyháznak, az, egyház akkor tud segíteni, a hiteles marad, az igazságot hirdeti, és ezt a cselekedeteivel, a szeretet cselekedeteivel is alátámasztja. Tehát igazából az egyház számra is itt van, hogy, hogy, hogy kevesebb beszéd és több cselekedet tennünk kell, tennünk kell. Jöhet egy Berze János idézet? Rá, hát, kell, rá kellene jönnünk végre, hogy az istentelenség az nem szabadság, hanem elsötétedőben van, de nem szabadságot, hanem nem szabadság, hanem fogság, bocsánat, mely pusztító szenvedélyek rabszolgájával tesz. A világ elsötétedőben van, de Jézus fényt, reményt és világosságot hoz ma is. Ezt vegyük komolyan? Hát szerintem igen. Tehát nagyon kapcsolódik karácsony üzenetéhez, Mondhatnánk úgy is, hogy, hogy fel kéne fedezni újra azt a üzenetet, azt az igazságot, amit Jézus hozott, amikor meghirdette közöttünk itt a Földön az Isten országát. És, 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 és ezt, a, ezt, amit ő meghozott, meghirdetett, ami, amiről tanúskodik a, a Biblia, az Evangéliumok, ha ezt tanulmányozzuk, akkor ez, ez egy nagyon markáns, ellenkultúra, vagy talán szimpatikusabb úgy fogalmazni, hogy egy valóságos alternatívát nyújt az istentelenség kultúrájával szemben, ahol az igazság, a szeretet, a segítség, a jó szándék uralkodik. Tehát, És ez ugyanúgy ez szól mindenkinek, az egyházaknak is, hogy, hogy komolyan kellene vennünk Isten országát, ahogy Jézus tanította, mert Jézus azt mondta egyébként, hogy az Isten ország az nem úgy van, hogy, hogy majd egyszer jön a végítélet, azt lepottyan az égből az Isten országa, hanem azt mondta Jézus, hogy az Isten országa bennetek van, és közöttetek. Tehát, mintha azt mondaná, hogy belülről kezdődik, ugye a szív és az értelem, a lélek megváltozásával, ezt, ezt, mondja Jézus, amikor azt mondja, hogy térjetek meg, vagy amikor azt mondja, hogy új szívet adok nektek, vagy azt mondja, hogy, hogy szülessetek újjá, akkor erről a belső változásról beszél, hogy, hogy elkezdünk másképp gondolkodni. És ugye ez a belső változás aztán terjed közöttünk, tehát Istenország nem csak bennünk van, hanem közöttünk. És ez egy, ez egy nagyon markáns kultúrát jelent, ami, ami én azt gondolom, ha áthatná ezt a elsötétedőben lévő vagy nagybeteg világot, akkor akkor azért sokat javulhatna a helyzet. És, és, és még lenne ennek a világnak talán, talán hosszabb vagy nagyobb jövője, mint amit a mostani jelek mutatnak. Én ezt hiszem. Tehát a legfontosabb, hogy adjunk esélyt magunknak? Hát igen, adjunk esélyt magunknak, meg adjunk esélyt Istennek is, hogy, hogy hát talán mégis igaza van, próbáljunk ráhallgatni. Történjek így. Így legyen. Köszönöm, hogy megtiszteltük, megtisztelt bennünket, és nagyon-nagyon fontos hogy ezeket a gondolatokat és ezen gondolatok mentén próbáljuk meg felépíteni 2021-et. Ennek tükrében köszönöm a 2020-as tevékenységet mindenestől az egyházon belül és kívül itt körünkben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a megtisztelő meghívást, nagy örömmel jöttem, és én is mindenkinek nagy szeretettel egy boldogabb, fényesebb, egészségesebb és reményteljesebb jövőt kívánok nagy szeretettel, és boldog ágyal, új évet. nézőket. Boldog új évet. Boldog új évet kívánok, kedves nézőink. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.